Hello, szervusztok, sziasztok, ez itt a Monster sorozat hetedik része. Ismételten egyedül vagyok, akkor gyorsan csapunk is a lecsóba. Először is, mint látjátok, kicsit felszerelkeztünk gépekkel, minimális rendrakás, így most már azért kezd alakulni a történet. Igen, hát annyi, hogy végre bekerültek ide az ajtócskák. Hopp, ott még van egy fekete folt, vagy van itt több is. Na, ezt jól csináltam. Így. Jó. De most nem ezzel fogunk foglalkozni, hanem amit mondtam az előző részben, elmegyünk, benézünk ebbe a dungeonbe, hát ha találunk valami érdekeset. Ezt viszont kikapcsolom. Mondom, kikapcsolom, úgy. Na, belézünk itt az arcba, be a száján, úgy. És indul a túra. Nem tudom, hogy mennyit fogok vágni. Az majd menet közben kialakul, attól függ, hogy milyen érdekességek lesznek. Új, tessék! Az első. Mondjuk őkkel, mert még annyira nem riasztó. Vagy maximum, hogyha már mannázok. Jó lesz óvatosan közlekedni. Hello, fiúk! Semmi pánik, négerek vagyunk. Na? Na, még egy vendég. Váró. Szuper. Amikor a térképen látszik, elég tisztességesen el vagyok látva itt. Fiúkkal, lányokkal. Merre menjek? Merre menjek? Ott egy nódblokk van. Nagyon jó, arra nem megyek. Hát, be kellene nézni akkor erre. Ja igen, csináltam egy ilyen jópofa csákányt. Kicsit föl van upgrade-elve. Ja igen, meg egy ilyen backpacket. Ennek az a extrája, ez a Better Storage-es, hogy sokkal olcsóbb, mint a Big Backpack, viszont ezt föl lehet venni hátra. Nem itt. Na most erre el is dobom, gratulálok. Hanem így föl tudom venni, mint hátizsák. Nem tudtok kijönni, srácok, nyugi. És úgy tudom megnyitni alapján B betűvel. Méretileg ugye ekkora. Ez a egyik verziója neki. A másik verzió az pedig az, hogy így kézből nem tudom megnyitni. Viszont ha leteszem, akkor úgy működik, mint egy chest. Így bele tudok lesni. És visszavenni. Hát föl lehet fogni macerának is, nem is, mert hogyha hátizsákként üzemel, akkor baromi jó, mert nem kell, hogy ott az első szlotok között legyen. Viszont akkor ugrott a jetpack. Hát kell, jó ez nekem, más nem beolvasztom. A rácsocskát. Igen, ez a csákánya, vigyázni kell, mert elég hatékonyan bont. Hoho. Hopp, és rögtön egy chest. Meg ott valami kis színes. Na majd mindjárt lemegyek. Megnézem. Csak itt is egy chest. Meg úgy konkrétan egy ilyen natúrszoba. Kukucs. Oh yeah! Na, már megérte lejönni. Odassatok. Rögtön egy Division szigél. Azt a mindenit. Ha, király. Oké. Ezt itt le is fákjázom. Nem jó az, hogyha a hátba támadnak. Még egy lejáró. Oké. Na. Nézzünk csak ide. Hátamon van a jet, igen. Mert aztán meg véletlenül rosszul járok.
Itt láttam azt a chestet, ugye? Skacok. Igen. Ups, nem vagyok. Eddig jó. Ott semmi. Oké. Te ide nem tudsz följönni. És ott van még egy chest. Királyság. Egy kicsit világítok. Mert az jó. Oké. Na kuk. A portálgán. Úgy érzem, hogy már szeretem ezt a dungeont. Király! Na, ott is tessék lenni valami fincsinek. Te haver, te megdöd lesz. Na jó, még életben maradsz egy picit. Viszont azt hiszem, most egy pillanat múlva visszajövök, megnézem, hogy miért akadozom egy kicsit. Lehet, hogy tölt. De ide befarolok, mindjárt itt vagyok. Na, ismét itt vagyok. Volt a háttérben egy-két apróság, ami futott, lehet, hogy azok csinálták. Oda most átröppenek. Mondom, átröppenek. Na, valaki vendégváró. Kuk. Aha, jó, ez itt ugyanaz. Itt is van egy lejáró, följáró. Még egy lejárat. Ami zárva van. Nem, de most nem erre jövök. Hanem itt hagytam. Ott a távolban valami világít. Nézd már, de jó. Micsoda kis ficak. Kemence meg minden. Tök zsír. És chest. Van itt minden, mint a búcsúba. Azt hiszem lassan pakolhatok a háti tatyóba. Lópáncél. String, az kellett. Az nagyon kellett, mert abból fogytán vagyok. Na jó, akkor egy csere. Ezt így el is dobom, király. Na jó. Úgy. Na igen, ez így egy ilyen icipicit macera, de nem baj. Bepakolok. Ez se kell. Szikél, el ne hagyjam, mert sikítok a portálgán. Az nagyon jó. Jó, itt semmi. Mit hagytam itt valamit? Persze, akkor ezt is visszük már. Ha már itt vagyok. Nem mész innen! Honnan jöttél, haver? Valahonnan biztos. Na, nézzünk már be vele. Kuk. Az ott egy spawner a távolba. Király. Andens. Kis kvarc. Oké. Okay. Gloston nem érdekel. Milyen spawner vagy? Pók, nagyszerű. Akarom mondani, nem. Úgy, na most már mindegy. Most mondom, hogy kell string. Ó, arra is van valami. Erre. Lenyomom a pókot, nagyszerű. Rotten Flash-t azt meg azért viszem, mert a ez egy ajtó volt. Jól hallottam? Úgy. Mert abból is lehet csinálni bört. Kukucs. Ó, nézd már! Reston blokk. Reston lámpa. Zsír. Itt is. Á.
Tiszta jó ez itt, kérem. Oda nézzetek. Nedelvárt. Gyertek, picim. Kaktusz. Nem mintha nagyon kellene. De miért is ne, ha már itt vagyok. Répa. Répát visszük. Úgy. Stone slab, az nem kell. Hát a redstone az jöhet. Viszont hagyunk itt cserébe világítást. Király. Hello fiúk, van itt valami? Dinnye. Van dinnyém. Hogy ne lenne dinnyém, de azért miért is ne. Amíg van hely, majd vagy ráérek akkor kidobálni, amikor már tele vagyok, hogy mi nem kell. Szupi. Hogy... Ja, annyit még el kell mondanom, hogy így részen kívül jártam oda át a Netherbe egy kicsit bányázgatni. És... ide miért tettem két fákját. És... hoztam... 4 blaze rudat. Blaze rodot. Instant health, strength, király. Egy kis poti. És itt is. Ó, zsír. Na, a hanglemez a francnak. Healing. Regeneráció 2-es. Egyet-egyet bedobunk. Jó. Te mi vagy? Regeneráció. Erő. Kell az most nekem? Igen, itt hagyjuk. Jó. Rendben. Krumpli, még a kenyeret is bedobjuk, nem kell az ide. Ásó marad. Sehol senki? Na azért. Ide is egy fákját. Király, hagyd lássam, hogy erre már jártam. Jó. Rendben. Na, merre menjek? Onnan jöttem. Erről jöttem. Erről jöttem. Itt már jártam. Az a bánya. Oké. Na jó. Majd mindjárt visszajövök, hogyha találok valami kis érdekességet. Na, ismét itt vagyok. Itt mint a melléket ábra mutatja, itt volt egy creeper spawner, nem is azzal van a baj, hanem ott van. Alá lett TNT-zve. Ez az egyik. A másik óriási felfedezést tettem. Sajnos, jó, hát ez nekem ez hirtelen új volt, de ez a csodálatos hátizsák, ez sajnos ezt nem lehet levenni, hogyha már rajtam van. Ja, érdekes módon nem robbant be az összes TNT, úgyhogy ez nagyon nagy mák. Jó, viszont TNT az szuper, mert amúgy is kellett volna csinálnom. Az előző chestbe, ami ott volt, abban már belenéztem. Volt benne egy safarinet, igazándiból egy wrench. Ebbe mi lesz? Hopp! Hát ebben ideig a leghasznosabb az a gáztír. Na, szóval a lényeg az ezzel a hátizsákkal kapcsolatban, hogyha ezt egyszer megpakoltam, akkor sajnos nem vehetem le. Na most az a baj, hogy ezt így nem tudtam, úgyhogy majd mit tegyek be. Jó, mindent. Ergo most nem tudom visszavenni a jetpackemet, úgyhogy nagyon vicces, mert ilyen trapped chest túrantotta itt be nekem a fene a pofáját, de hál' Istennek mindenki mindent megúszott. Jó. Mit tudok még behajítani? Jó, semmit. Oké. Hát nem mintha ezek a kőszerszámok kellenének, de mindegy. Jó. Szóval, és tettel.
Hát meg még be tudom tenni, úgy. Tehát, most annyi fog itt történni, hogy akkor én sovány malac vágtában fölkocogok a felszínre, és valamit kitalálok, konkrétan azt, hogy ja, itt van, hogy muszáj leszek megcsinálni a másik backpacket, mert ez így nem buli. Sima csesz, sima. Fákja, jó, jöhet, tintazsák. Hát igazándiból tojom le, mindent kipucolok. Na, tehát, ja igen, itt meg van egy csonti spawner, amit egyelőre ott hagyok. Hát, ha szükség lesz rá. És, úp, ott maradsz. Meg valahol ez is ma itt a fal túloldalán. Na, megnézzük itt, hova lyukadok. Lényeg az, hogy föl kellene mennem. Hello, haver. Szevasz. Jössz utánam? Hagyj vágjalak nyakom. Gyere ide. Nem fogsz engem itt riogatni. Egy. Gyere vissza. Kettő. Három. Majdnem. Királyság. Úgy. De honnan került olyan ide? Nem tudom, mindjárt nem ilyen bizalomgerjesztő ez a környezet így. Úgyhogy gyerünk fölfelé, és söprök kifelé innen a bányából, és egy másik jetpackkel visszatérek. Oké, na, legalább megvan, hova lyukadtam ki. Igen, itt a színes cucc. Hello, haver! Nekem is van ám. A fene a páncélos fejedet. Úgy. Futás. Hol is a kijárat? Hát nem itt. Pusztulja. Ott egy zombi. Oké, na jó, szerintem a felszínen találkozunk. Na, és már meg is érkeztem. Szuper, följöttem. Hát így gyalogosan kicsit macerásabb volt. Na, mert az a harci történet, hogy én most levettem ezt a zsákot, akkor ebből szanaszét szóródott a francba minden. És az úgy nem igazán volt jó. Na, mindjárt meg is nézzük. Tehát megfog. És amint megfogtam, puff, már itt is van minden a földön, hogy a franc bele a pofáját, na mindegy. Akkor az azt jelenti, hogy gyorsan pakolunk. Hova pakoljak? Ezt még át kell szortírozni, úgyhogy... ja. Igen, egy ilyen csodálatos aranycsesztet ide leteszünk, mondom, nem a krumplit, szuper. És akkor ide bele hányom a motyót. Rendben, ez vissza. Föl is veszem szépen. Ennél ilyen féllábú vagyok. Úgy. Kérem a többit, ez a srácok. Szuper. Na. Hát azért nézzük a felhozatalt. Összeszedtem mindent. Hát igazándiból nem is olyan rossz. Hát főleg, hol van, hol van, hol van, hol van, most én nem látom. A legjobb a Division Sigil, itt Matrix, és a Portal Gun, királyság. Jó van, TNT-t is találtam, az semmi gond, az úgy is kellett. Slime, Ender Pearl, mindig jól jön. Reston Block, király.
Úgyhogy ezt át kell szortíroznia, és a string hát ugyan nem sok, de az is most jól jön, mert meg a bőr, meg úgyis megcsinálom akkor azt a big backpacket. Mutatom. Őt itt, és ehhez kell a bőr, meg némi string, és azzal fogok visszamenni, mert ez csak ilyen felszíni cucc, ez a hátizsák, hova is tegyem, ha már ilyen földre rakható. Letesszük ide, minek van itt, úgy fordítva. De jó, hogy mindig így ellenkezőleg van. Hehe. Vicces. Na mindegy. Puff neki. Kész. Nem izgat a dolog. Nézzük a portál bácsit. Miért is nem működik? Oké, a emelő funkció megy. Rendben. De miért nem? Miért nem lő? Szerintem be kell konfigolnom a szerkezetet. Vagy majd megnézem, hogy miért nem működik. Mindjárt visszajövök. Na, itt vagyok. Portálgán probléma megoldva. Tadám. Tökéletes. Át kellett a konfigba állítani a dolgokat, nem volt beállítva, nem volt engedélyezve, úgyhogy meg ráadásul csak Ender Pearl Dust-tal volt hajlandó működni, az kellett hozzá, mint üzemanyag. Na most az ki lett kapcsolva. Tehát azért ne szívassuk már egymást, úgyhogy most konkrétan Alanatúr lehet lőni, ne legyen már nehezítve, hogy az élet, hogyha nem muszáj. Királyság. Úgyhogy szuper. Igen, el lehet tüntetni. Mondom, el lehet tüntetni. De ez a legnagyobb májár, hogyha egyet ide. Bemegyünk. Közben csináltam egy backpacket. Egyet ide, és hups! Ja, hát igen. A tüske az bánt. Na. Szuper! Megcsináltam közben a backpacket is, meg csináltam a puskának egy ilyen tartót. Ja, igen, és akkor ezért nem működött, mert ugye azt láttátok, szerintem, vagy ha még nem láttátok volna, most nem emlékszem, akkor mit előbb már találtunk egy potato gunt, de szerintem azt mutattam, és azért nem működött ez se. Úgyhogy most már tökéletesen működik. Ez is úgyhogy szuper királyság. Hát ennek is csinálok egy állványt. Baromi nehéz. Meg drága a történet. Itt van. Ennyi az egész. Tehát nehogy már ne. Úgyhogy kap a másik csúszli is egyet. Hova tegyem? Oda, nem oda. Oda sem. Na, ide. Túloldalra. Tökéletes. Nagyon vagány, hogy így kijön a helyéről. Szuper! És kiosság szerint ezt lehet ezen automatizálni, hogy magától működjön, de nem. Nem bántjuk. Jó. Úgyhogy most elkészült a másik backpack is. Úgyhogy jó, bezáródott. És tudok repülni. Állj, stop. Vissza az egész. Nem megyek most már vissza, mert úgyis nem sokára vége nek a résznek. Lejár a műsoridő. Még ezt se pakoltam ki, meg itt kell, hogy legyen benne úgy az nyílveszőm is, meg itt volt a tartalékkard, mert ugye mindent belehánytam. Szuper. Igazándiból majd a következő részben visszalátogatunk.
annyit még megmutatok, nem tudom, hogy ez, de ezt már mutattam, hogy ez épült ide ilyen plusz extrának. Ez egy ilyen idéglenes jelleggel egy mob spawner lesz. Azért néz ki ilyen rossz arcúan. Ja, hát annyi, hogy az ablakok azok nem feltétlenül kellenek rá, Mikrász kollega építette, de majd meglátjuk. Igazándiból mi változott még? Ja, igen. Ugye itt már látjátok, becucoltam a reaktort. Semmi extra, megmaradt még egyelőre a 3x3-asnak, majd lesz bővítve, és puf, itt a lényeg. Készül az autocrafting. Hát nem lesz elaprózva, tehát nem a 3x3-assal kezdjük itt a dolgot, hajaj. Meg egy plusz szoba készült még ide. Igazándiból még egy lövés sincs, hogy mi lesz benne. De miért ne? Mitrász kollega éjjel ezt itt kibütykölte. A processzor is az ő keze munkáját dicséri, hogy ilyen szép nagyra sikerült. Alakul már itt a történet benne, van benne egy pár processzor, készülnek bele ugye a tárolók, ahova majd jöhetnek a receptek, és igazándiból ennyi. Jó, hát akkor szerintem itt mára elköszönök, kicsit ilyen, lehet, hogy ilyen zűros lett ez a rész, de még egyelőre mindig nem kaptunk össze magunkat itt az új helyen. Meg Mikrász kollégának is most úgy alakult a munkája, hogy nem biztos, hogy mindig itt tud lenni minden részbe, de majd megoldjuk, esetleg lehet a következő részbe ő is itt lesz, és akkor ketten ügyködünk valamit. Jó, nem mutattam még. Ja, még egy itt apróság, hogy ezt mondjuk lehet, hogy láttátok, az előbb itt kint jártam, hogy itt volt egy hegy, azt lefillereztem, és majd bővülünk szépen folyamatosan, épülünk, szépülünk. Na, addig is köszönöm szépen, hogy megnéztetek minket. Várok vissza mindenkit, vagy várunk vissza mindenkit a következő részben is, tartsatok velünk. Addig is további szép napot. Szervusztok, sziasztok!